Az OTP Bank bemutatja, hogyan igényeljünk OTP online áruhitelt. Az OTP online áruhitele egyszerű, gyors és papírmentes. Nem szükséges személyesen befáradnia a kereskedő áruházába a hitelügyintézés miatt, hiszen egyedül otthonról is elvégezhető a hiteligénylése, az azonosítás és a szerződéskötés. Ha valamiért félbe kell hagynia az igénylést, legközelebb onnan folytathatja, ahol abba hagyta. Ha megtalálta a kiszemelt terméket partnercégeink oldalán, nincs más dolga, mint a már megszokott módon leadni a rendelést, a fizetésnél pedig kiválasztani az OTP áruhitelt. Ezután átirányítjuk a bank felületére, ahol a teljes hiteligénylési folyamatot végig tudja vinni. Az igénylés megkezdéséhez hozzá kell járulnia az adatkezeléshez. Ha nem rendelkezik OTP internetbankkal, akkor meg kell adnia az e-mail címét és egy önáltal kiválasztott jelszót, hogy el tudja menteni és később folytathassa az igénylését, ha félbehagyja. A hitelkalkulátor felületén ki tudja választani, hogy mekkora önerővel szeretné megvásárolni a kiválasztott terméket, valamint milyen futamidővel és mekkora törlesztő részlettel szeretné törleszteni a hitelt. Itt kell megadnia a hitel törlesztésének első napját is. Ezután a személyes azonosító alapadatait kell megadnia. A továbblépéshez meg kell nyitnia a bank tájékoztatóját, majd az abban foglaltakat tudomásul kell vennie és el kell fogadnia. Ezt egy gombnyomással is megteheti. Ezután a jogi nyilatkozatokat kell megtennie, melyeket szintén egy gombnyomással elfogadhat. Majd következhet a személyes adatok megadása. A munkahelyi adatok kitöltésénél segít önnek az Opten cégkereső. Elég csak a munkáltató nevét vagy adószámát megadnia, és a rendszer automatikusan kitölti a mezőket. Így önnek csak ellenőriznie kell az adatokat. A jövedelmi adatoknál meg kell adni a havi nettó jövedelmének összegét, illetve azt is, ha rendelkezik az OTP banktól eltérő bankkapcsolattal, esetlegesen más pénzintézetnél benyújtott hitelkérelemmel. Ezután már csak azt kell kiválasztania, milyen módon szeretné törleszteni a hitelt. Mielőtt elküldi hiteligénylését bírálatra, adatait összefoglaljuk önnek, ekkor még bármelyik adatát módosíthatja. Ha a hiteligénylés adatai helyesek, akkor a nyilatkozatok elfogadása után a Benyújtom az igénylést gomb megnyomásával tudja elküldeni az igénylését bírálatra. Ha pozitívan bíráltuk el hitelét, egy összefoglalóban megjelennek az igényelt hitel részletei. Ezután a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat kell feltöltenie. Ehhez le kell fotóznia a személyazonosító igazolványát, a lakcímkártyának a lakcímet tartalmazó oldalát és a jövedelmét igazoló dokumentumot. A dokumentumokat a tallózás gombra kattintva tudja feltölteni, vagy akár e-mailben is elküldheti. A feltöltés után a bank leellenőrzi a dokumentumokat, amiről pár percen belül tájékoztatjuk önt. Ha az ellenőrzés során mindent rendben találtunk, következhet a szerződéskötés. A szerződéskötés előtt el kell olvasnia az általános tájékoztatót, valamint a kölcsönszerződés tervezetet. Az ön azonosítása és a szerződéskötés videóbankon keresztül történik. Miután ügyintézőnk elvégezte az azonosítást, ön szóban is jóváhagyja a korábban rögzített hiteligénylés részleteit. A folyamat végén tájékoztatjuk a webshopot a sikeres kölcsönigénylésről. Az igénylési dokumentumokat később online elérheti.